Hello mindenkinek, én vagyok a Hubkapi, aki nem tudná, és elhatároztam, hogy csak egy olyan sorozatot elkezdem, ahol érettségire készítem föl az embereket. Mondjuk lesz mindig egy-egy téma kül, amit fogok nektek szemléltetni, lehet történelem, matekból, irodalomból, stb. Stb. És akkor el fogom mondani nektek, hogy mi hogy történt a valóságban. El is kezdeném akkor, legyen a mai anyag, az a történelem óra, azon belül is a honfoglalás. Na, mit is kell róla tudni? Ez úgy történt, az egész honfoglalás, aki nem tudná itt Magyarországon, hogyan foglaltuk el ezt a hunt, ugye benne van, hogy honfoglalás, ebből lett ugye, aki nem tudná, egy kis föld, ez a Hungary, angolul Magyarország. Na, az egész úgy történt, hogy fogták ott az indiánok, stb. Megunták. Úgymond már ott is, már karanténban voltak, ugye? És nem tudunk kiszakadni, vajon ha átlépjük azt a határt, akkor mi fog történni? És így vitatkoztak. És utána jött egy ilyen bátor és merész ember, aki így átlépett, és elkezdett így menni egyedül. És azt vette észre, hogy csatlakoztak utána, és így már többen mentek egy bizonyos ismeretlen helyhez. Nem tudták, hogy mi történik. Ugyan régebben azt hitték, hogy vannak a sárkányok, meg vannak a mindenféle különleges szörnyek, meg az UFO-k, és akkor így féltek. Jaj, de ő nagyon bátor volt, mert ugye már akkor is voltak olyan gyurmázós emberek, akik nem féltek semmit, mint ahogy most én sem, hogy ezt a videót megcsinálom. Csak úgy mentek, és akkor így, csak úgy azt vették észre, hogy úristen, ez teljesen más táj. Ott az Eiffel torony, úristen. Ott van a parlament, és akik csodálkoztak, teljesen más világ. Mi meg ott a jurtákban élünk. De nem, hát akik ide kell költözni, mert így jobb az élet színvonal, nem, mint az Indiában. És akkor így oda költöztek, persze már ott is éltek ilyen emberek, de azokat gyorsan elintézték, érted, hogy csodálkoztak, hogy úristen, minden. És akkor elfoglaltuk. És ugye ez sok-sok évtizeddel ezelőtt volt, még akkor én sem születtem meg, szóval biztosan az én videómat láttam, mert akkor még nem volt ilyen fejlett a technika. Tudom, az évszámokat nem szeretjük. Ezért szeretném elmondani, hogy a honfoglalás az pontosan 895-ben történt. Krisztus után, mert akkor már megvolt a Krisztus, csak már nem ért. Igen, akkor történt az egész. Régen volt, jegyezzétek meg, egy 8-as van benne, egy 9-es, meg egy 5-ös. Ez nem olyan nehéz, ez érettségi tétel, szóval ezt érdemes tudni. Illetve van egy olyan hipotézis, hogy már olyan 600-as években is jártak erre fele, csak akkor megijedtek valamitől, nem tudom, itt elkergették az őslakosok, vagy nem tudom, és akkor visszamentek inkább. Mert akkor még nem volt eléggé nagy a tökük, hogy itt maradjanak. Igen. Utána ugye van egy olyan, hogy második hun alapítás. De az egy kicsit másról szól, az arról szól, hogy bejöttek a törökök, ugye? És akkor mindent leromboltak, és akkor a Béla nevezetű emberke úgy döntött, hogy mindent újjáépít. De ez már szokták hívni második honfoglalásnak, de ebbe nem menjünk bele, ez már lehet, hogy kicsit bonyis nektek. Szóval, az egész így történt, nagyon régen, van több feljegyzés, ugye a piramisokon is lehet látni, hogy emberek vannak, meg hogy mennek így úgy amarra, emerre. Ez mind hiteles forrásból tudom. Ennyi lett volna szerintem ez a kis érettségi tétel, ez nem annyira vészes, mert ugye mi is azok vagyunk, akik bevándoroltak, ugye több évtizeddel ezelőtt, vagy évszázad, vagy évezred, ki hogy mondja, lényegtelen, pár évről van csak szó. Aztán kész. Tényleg tanuljatok otthon, online, ha kell bármi segítség, írjatok rám Facebookon, elmagyarázom, csinálok róla a videót, és akkor legalább én is tudok ezáltal segíteni nektek, azt kell, hogy mondjam. De nem akarom úgymond, hogy buták legyetek, mert az ki szeret buta lenni? Senki. Tanuljatok, nem jól voltam ötös történelemből is. Na, sziasztok. Ez volt a honfoglalás.